Kaiser László vagyok, ennek a kiállításnak a mennyitőját én tartom, illetve tartottam. Én Bárányi Pétert nagyon-nagyon régóta ismerem, többfajta minőségemben. Egyrészt, mint kiadóvezető, a Hungoros kiadónak vagyok a vezetője, és kiadtuk egy nagyon jó sikerült Tetőn című albumát, fölmászott a tetőkre, és felülről fényképezte Budapestet. De mielőtt kiadtam volna az albumot, kiadtam volna azóta, és édesebbet ismertem, Baranyi Ferenc Kossuth Díjas költő. Hát jó magam is benne vagyok az irodalmi életben, nem is tudom hány évtizede. Én Hajdanán magyar töri szakon végeztem, aztán dramaturg szakon, aztán dolgoztam színházba, szinkron. Közel 20 év egy kiadót vezetek, a Hungoros kiadót, és én nagyon szeretem a szerzőket. Hát több mint 550 könyvet jelentettünk meg. De nem 550 szerzőt jelent, mert ugye vannak házi szerzőink, de legalább 3-400 szerzőt. Általában mondhatni, szinte mindig jól kijövök velük, hogyha nem akarnak, annak oka van. És hát Baranyi Péter, mint mondtam, barátom, az édesapja is barátom, és most arra kért, hogy ezt a kiállítást néhány mondattal vezessem föl. Nagyon beszédes címe van a kiállításnak, Tükörmozaikok, és hát a tükör már önmagában, mint szó, több, mint önmaga, ugye, tükör, magunkban nézés, valóságvizsgálat, tükörmozaikok, akkor kísérlet. És ez a kiállítás, ez részint Baranyi Péter eddigi műveit, fotóit, nagyon komoly, rangos fotoművész, Markovics tanítvány egyébként, ő műveit foglalja magában, tehát eddig meglévő képek. De kicsikét a kiállítás önmagában tovább gondolás olyan szempontból, hogy előlegezi egy 2 év múlva megjelent kötetnek a tervét és valóságát is. Ez a kötet pedig, amelynek az lenne a címe, ez a címe is megvan, a kötet még nincs, Képeim az én tükröm, egy 8 fejezetből álló fotóalbum, a jellegzetes Baranyi Péter témákkal, és külön érdekessége az, hogy a fotókat megihleti, meg fogja ihletni, illetve folyamatban van az édesapa, Baranyi Ferenc Kossuth Díjas költő, tehát az ő versét is fogja tartalmazni. Na most ez a kiállítás, mint mondtam, az a múltat is magában foglalja. Baranyi Péternek jellegzetes témái vannak. Az egyik ilyen téma, amelynek azt a nevét adta a csoportnak, a képcsoportnak, úgy holt lelkek. Ez nem a gogori holt lelkek, úgy a gyarló emberek, bár talán az is benne van, hanem ipari műemlékeket fotóz, tárgyakat, mozdonyokat, vasdarabokat, és tovább gondolja, ez egyszerre modern, hiszen az optikája modern a fotósnak, és én pedig hagyományőrző, mert most már egy megtűnt valóságdarabot fogalmaz meg, átmentve a jövőnek. Egyébként Baranyi Péter nagyon szereti a zenét, nagyon szereti a rock'n'rollt, nem volt egyik nagy témája, amely a kiállításon is szerepel, meg az albumban is lesz, a kőarcok, hát kő, ugye, rock'n'roll, rocker, ami megint több, mint önmaga kicsit. A rocker az egy magatartás, egy életforma, az örök dinamizmus, öregkorban is fiatalnak maradni. Hát ezt a témát járja körül, öreg rocker, fiatal rocker, ugye nem véletlen, hiszen nem csupán a vitalitáshoz, hanem, ahogy mondtam, a zenéhez is kapcsolódik, és más témák is vannak, és sorázhatom a végtelenségig, de hát ami nagyon jellegzetes téma, a nő. Baranyi Ferenc Kossuth Díjas költőnek meg annyi gyönyörű verse szól a nőkhöz és nőkről. Fia Baranyi Péter másképpen, másfajta képek, tehát nem költői képek, nem verbalitás, hanem a képiség segítségével odahajol a nőkhöz, én nők másik feléhez, Áttűnés címmel, és ez is egy érdekes téma, egyben valóság. Baranyi Péter költészetében bármilyen furcsán hangzik, hiszen ő fotós, de mégis bizonyos értelemben költészet, amit ő csinál. Azt szoktam mondani, hogy én fotóesszéket készítek. Az esszé, azt tudjuk az irodalomból, hogy azt jelenti, hogy kísérlet, tehát nem a teljességet akarom megfogni, hanem valamilyen rámutatok, és ahogy és amit rámutatok, abban nagyon-nagyon benne van az én személyem, személyiségem, a fotó személyisége. És ha már a fotó személyisége, Baranyi Péter nem csak fotóművész, nem csak meg annyi iskolát járt végig, és meg annyi mestere volt, hanem a szakmát is betéve ismeri, egy művésznek a szakmát is kell ismernie, a színésznek kell tudni szépen beszélni, a festőnek jól kell tudni rajzolni, a költőnek nem árt, hogyha ismeri a hexametert meg a jambusokat. Egyszerűen Baranyi Péter azon túl, hogy alkotó művész, nagyon ismeri a szakmát, azt szoktam mondani, hogy én büszkén vállalom, hogy alkalmazott fotós vagyok. Ugye tudjuk, hogy alkalmazott grafikus, miért lehetne alkalmazott fotóművész. Ez azt jelenti, hogy akár a hétköznapi fotók, akár egy esküvő is, vagy bármilyen családi fotó, egészen odáig, hogy a bemutatón jelenlevő
illetve pontosabban a kiállítás jelenlevő együttes számára készítette egy borítót, ami egy közös gondolkodása a zenészekkel, de benne van Baranyi Péter mesterségbeli tudása is. Egy nagyon-nagyon furcsa borító, színes borító, amely mint egy marsbirítály, a három zenész, ilyen furcsa kráterek, egyszerre mélység és magasság, egy szóval ez mindez, mintha Baranyi Péter is lenne, hiszen az ő művészete, az, ha kell, akkor szakmailag is alkalmazkodik az adott témához. Egy szóval egy nagyon izgalmas kiállítás ez, különféle múltbeli darabok Baranyi Péter életéből, kicsit előremutatva a két év múlva megjelenő albumnak, amelyet szándékunk szerint én, mint Hungaroz kiadó jelentetném meg, meg hát apropója mindazon túl, hogy bármikor érdemes összefoglalni egy művésznek önmagát, tehát azt a valóságot, amit ő lát. Baranyi Péter 2 év múlva 50 éves lesz, édesapja pedig 80 éves. Ez egy nagyon szép egység, hiszen minden benne van, amiért élni érdemes, művészet, kép, költészet, egy szóval kultúra.
Miklós Boldog művész kiállításának a megnyitójának. Előtte bevezetésképpen Zon zenekar játszott nekünk, és majd utána is fog játszani. És majd megkérjük Magyar László író dramaturgot, hogy a másról szólt a művekről. És a művészről. Én Mányai Mézinder Márta vagyok, aki már szervezi ezt a kiállítást 4,5 éve körülbelül. És köszönöm az olaszoknak is, akik most nincsenek itt, hogy ezt a helységet ingyen biztosítják nekünk, és a művészek ki tudnak állítani. És ez nagyon-nagyon szép dolog, és nagy dolog tőlük. Most én most át is adnám a szót Magyar Lászlónak. Nagyon szépen köszönöm, kedves barátaim! Nem esik nehezemre néhány jó szót mondani Baranyi Péterről és az ő művészetéről. Nem is először teszem, nem is másodszor, nem is harmadszor, nem is negyedszer, és remélem, nem utoljára. Most mielőtt néhány jó szót szólnék, azért egy mondattal hagy egészítsem ki a házigazdán kedves szavait. Néhány mondatot váltottunk, és én úgy ürültem, mert néha a szent összeesküvés hálója olyan véletlen formájába ide csöppen közénk, vagyis kiderült, hogy ennek a háznak a tulajdonosa, mint volt először, olasz egyébként, és olyan szívesen odaadta ezt a helyiséget, vagyis ha úgy tetszik, támogatja a kultúrát, a művészetet, igazán a magyar barátaink, kollégáink, milliókos és milliárdos barátaink tanulhatnának az olasz kollégától. Magam is köszönöm, mint Hungarhoz kiadó, és mint Hungarhoz között is megköszönöm, hiszen barátaink ellenségeink egyáltalán vannak. Néha azt mondják, hogy Italovox kiadó, vagyis olaszos kiadó vagyunk, annyi olaszos könyvet adunk ki, és messze nem utolsó sorban nekem Baranyi Pétert kell méltatnom, de méltatnom kell majd később az itt jelenlevő édesapját is, Baranyi Ferenc Kossuth Díjas költőt, aki a potenciális kötetnek egyik társszerzője, és Baranyi Ferenc és az olasz kultúra elválaszthatatlan. És ha már kultúra, és ez a kiállítás, meg az ilyen jellegű mecénási szerep, idefelé, mikor jöttem, azon gondolkodtam, hogy itt a nagy hőségben ide bandukolunk, mert nehezen húzzuk magunkat valójában itt a trópus időjárásban, azért, hogy azt kutakodjuk, hogy, mert a művészet meg a kultúra ebben segít minket eligazodni, hogy mi az élet értelme. De abban biztos vagyok, hogy mert itt vagyunk, mégis egyértelműen választhatunk valamire, amiben viszont biztosak lehetünk, mondom én, cáfoljanak meg esetleg, hogy az élet nem más, mint rangsorlás és szervezés, ugye, kedves barátaim? Van egy csomó teendők az életben, én most ihatnék egy kajzersört, ugye, bár nem, ugye, ihatnék, majd később megteszem, de most itt vagyok, mert így szerveztem, így rangsoroltam. Mi azért jöttünk ide, így rangsoroltuk önmagunkat a melegben, hogy Baranyi Pétert köszöntsük és üdvözöljük, egy nagyon beszédes című kiállítás kapcsán, meg egyáltalán felemás időkben, ahogy élünk, üdvözöljük a kultúrát, a művészetet, a törekvést, a képviséget, a képviségen túlmutató üzenetet, és különösképpen érdekel ez a kiállítás mindazon túl, hogy kultúra is mégis tanít minket élni, és mégis ad sejtéseket arra, hogy mi az élet értelme, bár Németh László azt mondta, hogy igazi jó, mi csak érintő az élet görbéjéhez. Egyszerűen a furcsa kiállítás ez, mindezen túl, hogy tanulsággal is szolgál, mert benne van a múlt, benne van a jelen, és benne van a jövő. Mennyiben van benne ebbe a kiállításban a múlt, mennyiben van benne a jelen, és mennyiben van a jövő, és egyáltalán mire vagyunk itt kíváncsiak, illetve mit látunk, mit tapasztalatunk ebben a, ha nem haragszol Péter, viszonylag szűk keresztmetszetű kiállításban, hiszen a te fotós életműved ennél jóval több és nézetre köbbre emelhetnénk a műveidnek a számát. Érdekes kiállítás ez ugyebár, már maga a cím is az, hogy tükörmozaik, ugye? Hát kedves barátaim, eltűnődhetünk, nem leszek hosszú, ígérem, és a cím nem véletlen, a tükör szónak a jelentésé. A tükör, mint olyan, az emberiség kultúrtörténetén végigvonul, narcisztikus, ugye, belenézett a saját tükrébe, mint érdekességet említem. Talán kevesen tudják, hogy a tudósok egy bizonyos korban, és sorjázhatnám a példákat, egy bizonyos korban tükör előtt alkottak, hogy erőt ad nekünk a tükör. Azt sokan tudják, hogy a kolostorból száműzték a tükröt, mint olyat, mint a hiúságnak a jelképét. Tudjuk, hogy a Bibliában benne van, és itt most magamnak is magunknak mondok ellent, de ettől gyönyörű, mert az élet paradoxonokban és oximorokban nyilvánul meg egyszerre kettő, hogy tükör által homályosan látom, még ha nagyon nézünk. De eljön a kor, vagy talán a művészet lényege, hogy a Bibliában benne van, hogy lássunk színről színre is, és meglássuk a lényeget. Mi ez a lényeg, ami a művészetben tán megfogalmazható, és Baranyi Péter művészetében is, és kicsikét visszakapcsolnék, amit előbb mondtam, hogy múlt, jelen, jövő, hiszen a beszédes cím
az beszédes kiállítást is takar, hiszen ebben felsorakoznak azon ismérvek, azon jellegzetességek, amelyek oly annyira sajátosságai Baranyi Péter művészetének, és most nem térnék ki arra, mert tényleg idő hiányában 20 percet kaptam, szigorúan 20 perc az ennyit szóljak, hogy hogyan lett belőle fotós, hogyan fordult az első csírájában megmutatkozó operatőri, tehát más jellegű művészi tevékenységtől az állóképhez, ami nem is olyan állókép, ha jól belegondolunk, ez most messzire visz, hogy mennyit tanult mestersége, szakmája, műszaki értelmiségi léte mellett, mennyire koncentrált a művészetre, milyen tudatosan készült a fotózásra, milyen mesterei voltak, zárjában megsúgom, először talán édesapád, Baranyi Ferenc, hiszen a költő is képekben gondolkodik, a költészet alapja talán-talán a kép, azt hiszem, meg talán-talán dallamritmus, nem pedig a mondani való feltétlenül. És meg annyi mesteret, hogy ki kell emelnünk, Markovics művészről, aki itt van. Egy szóval nem csak a tehetséget üdvözölhetjük benned, nem csak az elszánást, hogy a kenyérkereső munkád mellett a művészetből is kihasítsál valamit, hanem bátran tanultál és voltál képes tanulni, és tanulsz mindmáig. Ezek a képek, amelyeket itt látunk, mint mondtam, a múltnak a cserét darabjai, ha úgy tetszik, mozaik darabjai, de egyben, kicsikét előlegezve, egyben egy következő kötetnek, hogy úgy mondjam, az előszobája. Mert ezekből a művekből is, más mergény művekből is, sőt, még meg nem született művekből is, félre kell bábáskodni, mert ezt megfogadtad magadnak, édesapádnak, és nekem is kiadónak, hogy két év múlva az itteniekből és másokból egy impozáns, 8 fejezetből álló kötet lesz, ő képeim az én tükröm alcímmel, ugye már, jól mondom, ez se véletlen egyébként, ugye már, kép és tükör. Lényeg az, hogy ezek a képek majd szerepelnek abban a kötetben, amelyet ugye, hát félve merem kimondani, el sem hiszem, hogy igaz, horribile dictum, kimondani egy szörnyű, hogy 2 év múlva Baranyi Péter 50 esztendős lesz. Egyébként túl lehet élni, én is túléltem, úgyhogy annyira nem kell megjegyni tőle, zárójelben. És azt mondom, hogy Baranyi Péter, és rögtön hozzáteszem, hogy Baranyi Péter Ferenc. Jól mondom? Mert ha jól tudom, ebben a családban hagyománya az, hogy a nevek ilyen furcsa módon sorjátanak egymás után, hiszen édesapád Baranyi Péter Ferenc, ezt sem tudtam, tőle tudtam meg itt. Baranyi Ferenc Péter, bocsánat, én már keverem itt a neveket. Mert a következő gondolatom az volt, ha jól emlékszem, hogy édesanyád egészen más nevet akart neked, és így született, Márton szeretett volna, az nem is rossz a Márton név egyébként, de ez nekem jobban tetszik. Márton napot különösképpen szeretem, főleg a finom lubagus miatt. A lényeg az, hogy ez úgy olyan szép családi hagyomány, hogy Baranyi Ferenc Péter, Baranyi Péter Ferenc, mert valahogy ebben is valami szép egységet, vagy ha úgy tetszik, harmóniára való törekvés látó. És a kötet. Ugye tervezett, tervezzük, hát főleg ti ezt a kötetet, 8 fejezetből állna, és ennek a kötetnek, mint igazán nagy művek esetében igen jellemző, egyik sajátossága, hogy a művek egy része meg sem született. Mely művek nem születtek meg? A fotók nagy része megszületett, de a fotók egy része nem született meg, csak terv. És most még terv Baranyi Ferenc, Kossuth Díjas költő és az apa, ő versei, hiszen, ahogy beszéltem Baranyi Ferenccel, az az elképzelés, az a terv, hogy a szónak a legtágabb és legszabadabb értelmében egy-egy vers, egy-egy Baranyi Péter művészi fotó, vagyis a fiának a művészi hitvallása, ahogy megihleti Baranyi Ferencet, így fog szépen a kötet építkezni. Nem szívesen mennék bele most, kedves barátaim, a kötetnek részletek tagolásába, azért, mert még nem láttam, ugye bár. Másrészt, amit mondtam, nincsen kész. De tudom azt, hogy milyen tervek, milyen markáns elképzelések vannak, és ha ebből megengedik egy-egy morzsát, ha úgy tetszik, egy-egy gondolati morzsát, amit lehető sziklányi nehézségű, meg a képeket is kicsit csoportosítani, nem a teljesség igényével, de szeretnék fölvillantani, kezdeni mindjárt azzal, hogy külön ciklus, miként itt is, a kiállításon, a Holt Lelkek című ciklus. Itt is beszédes a cím, egy jó címválasztás nagyon sokat számít. Egyszer egy híres művész megkérdeztek, hogy mind dolgozik a mester, az egy hónapja jó címet keresek. Úgyhogy jó cím az nagyon sokat számít. A Holt Lelkek, ugye már tudjuk, hogy van egy ilyen reminiszenciája a Gogolt Holt Lelkek után, bár ez kevésbé az emberi gyarlóságokról szól, mint Baranyi Péternek a fotói, hanem annyira szeret elmélyedni a múltba, mélységes mély a múltnak kútja, nem mondjuk inkább feneketlennek, írta Thomas Mann, és Baranyi Péter, és megint egybeállnak a dolgok. A műszaki indítatás,
a műszaki értelmiségi, a fotoművész, a múlt idézés, de mégis valamit megörökíteni, és mindenek a lényege, akárhogy nézzük, mert a dolgok lényege más nem lehet, mint az emberi tiszta szó és a gesztus. Egyszer a Baranyi Péter a holtlekek ciklusán keresztül különféle régi tájakat keresett meg. Ezek a régi tájak pedig egyértelműen fogalmazva ipartelepek, mozdonyok, vasak, leroppant gépek, és a gépeken keresztül, vagy a mozdonyon keresztül, vagy netán a képen belül kép segítségével próbál valamit itt megfogalmazni. És a másik nagy témája, nem megyek ő összes 80, Kőarcok címmel, az megint legenda, egyébként eddig is legendáról beszéltünk végül is, az ipari park is már bizonyos értelemben legenda, azt írta Adi, ne féljünk a legendáktól, a valóság részei azok. Egy szóval, ha már legenda, és ha már a tárgyak legendák, a kultúrában és a zenében, kedves zenész kollégák, komoly legenda, vagy több is, mint leganda. Ha úgy tetszik, mitoszi csóvája van, mert életforma, mert magatartás, mert elpusztíthatatlan, mert vitalitása van, mert ereje van, az élet szent okok folytán élni akar, írta Adi Endre, és egy öreg rocker számomra ilyen, ezzel gondolom egyetértesz. A rock'n'roll életérzés, a muzsikusok nagyon tudják ezt egyébként. A rock, mint olyan, mint a rock'n'roll örök, mint tudjuk ugyebár. A szerelem mulandó, a rock'n'roll örök ugyebár. És Baranyi Péter az öreg rocker alakjában a mindenkiben meglévő immanens életérzést, tehát a fiatalságot. És a fiatal 8 vagy 10 éves valakinek a potenciális opter alakjában pedig a mindenkiben meglévő elmúlás is megfogalmazta. Ez a furcsa ellentét, ez az oximoron, ez a paradoxon, egyébként jellemző módon végigvonul egész művészetén, és ha már örök. Ciklus, egyben a képek címe az, hogy áttűnések, jól mondom? Igen. Áttűnés, áttűnés. És mi lehet más a témája, mint a nők, nem? A nők. Vannak itt nők? Vannak gyönyörű nők, vannak fiatalok, idősebbek. Hogy ki a nő, mi a nő? Én megmondom őszintén, vannak sejtéseim, bizonyosságom nincsen, férfi pár sem megerősítenek ebben, nem? De Baranyi Péter érdekli a nő, mint valóság, mint metafizika. Zárójelben jegyzem meg, hogy Baranyi Ferenc Kossuth Díjas költő legmagasabb szinten működő költészetének rengeteg pillére van, de kettő biztos, hogy kimagaslik a költészetéből, és már itt vagyunk a századunknál, meg az előző századnál. Az egyik, amit Baranyi Ferenc úgy fogalmazott meg, hogy porig kell hajolni azért, akit porig aláztak, ez a 20. század embere, és a 21. századé, itt vagyunk most is. És másik nagy témája Baranyi Ferencnek, legalább ennyire, ha nem jobban jelen van a költészetében, ez a nők és nők és nők. Ez is egyfajta érdekes, furcsa kontinuitás, és hogy a nő milyen meg hogy, hogy szép, persze, hogy szép, hogy ledér, persze, hogy ledér, hogy szent, persze, szóval nagyon sokfajta. Eszembe jut egyébként a képek miatt is, meg a képektől függetlenül is, mert nagyon sok kettőséget hordoznak ezek a képek is, amit Szabó Lőrinc úgy fogalmazott meg egyik versében, hogy annyi mindent láttam, a hajam beleőszült, minden férfi bandita, minden asszony őrült, remélem nem értenek egyet ezzel ugyebár. De a lényeg az, hogy nagy kettőség van az emberben egyébként, nagy vibrálás, lelki vibrálás, és ezt nyilvánvaló módon követni kell egy bizonyos képi vibrálásnak is. Baranyi Péter művész, nem is akármilyen, ma holnap 50 éves lesz, és mint minden művész, ahhoz, hogy művész lehessen, a tehetségen kívül, amely nyilvánvaló módon a genetika és az Isten adománya, és a vágyott totális művészi kiteljesedésen túl kell, hogy rendelkezzen, mert anélkül nem művész a művész, valamilyen fantasztikus szakmai evidenciával. Mondjuk egy rajzoló vagy egy festőművész tudjon rajzolni. Mondjuk egy zeneszerző, kedves Pető Zsolt, az ismeri a hangjegyeket, ugye ez nem is kérdés. Mai időnkben úgy látom, hogy annyi a kóklerkedés, hogy magukat művésznek valló emberek az alap dolgokat nem ismerik, az alap kézhez tapadó realitásokat nem ismerik, pedig igenis a művészet mellett kell, hogy az ember rendelkezzen egy bizonyos, ha úgy tetszik, alkalmazó képes rutinnal, és Baranyi Péter a szabad művészi fantázián túl, amiben még képes nagyot alkotni, vagy mindenképpen eljutni a lehetőség végső maximumáig, tehát mindenben, ha alkalmazott fényképész,
akkor is nagyot hozzon létre, ő büszkén vállalja, hogy nem csak úgymond művész, hanem egyben alkalmazott fotós is. Jól mondom, kedves Péter? És akkor is az vagy, amikor elmész egy esküvői fotóra, ugyebár, ott is maximálisan próbált mindent kihozni, a fény, árnyék, mindenek a játékából. Azt beszélgettünk a fölkészülés során, hogy kicsikét minden művész már önmagában is manipulál, mert nem mindegy, hogy honnan néz és hogyan fényképezze, benne menjünk bele, hanem maradjunk az alkalmazott fotózásnál, hiszen Baranyi Péter képes arra is, hogyha kell, akkor borítót tervezzen, és nézzük meg ezt ott a sarokban egy utolsó képet, ahogy a zenészek ugye várkik itt ülnek, kikandikálnak abból a furcsa mélységből, az milyen mélység vagyunk, pokor? Vagy mi? Vagy maslakó? Vagy egyetemiség? Vagy a menny? Nem tudom, hál' Istennek egyébként, de hogy mennyire attraktív, és mennyire a fölényes szakmai tudás ott van, párosodva valami nagy művész ihletettséggel, abban egészen biztos vagyok. Kedves barátaim, én annak nagyon-nagyon örülök, hogy Baranyi Péternek ilyen töretlenül megy fölfelé a művészi pályája. Nagyon örülök, hogy előre gondolkodik, hogy 2 év múlva lesz kötet, és mindazon túl, hogy iszonytató igazolt képi gazdagsága van a kötetnek, meg vélhetően lesz is a kötetnek, és készülődnek, mert hogy készülődni kell Baranyi Ferenc verseinek, de különösképpen érdekessége még ez, ugye azzal kezdtem, hogy egy ilyen furcsa háló fonódik a mai este körül, ez a 50-es évfordulóra megszületett kötet is ugye furcsa számmisztikát hordoz, ha úgy tetszik, mert a Baranyi Ferencék családjában hagyomány az, hogy ha jól tudom és jól tudom, hogy 30 éves a férfi ember, mikor megszületik a gyermek, jól mondom? Tehát amikor Baranyi Péter 50 éves lesz, akkor az édesapja Baranyi Ferenc 80 éves lesz. A nagyapja ebből következően, hiszen családi hagyomány, akkor 110 éves. Hát nem gyönyörű, kedves barátaim? Itt segít minden ahhoz, hogy valami kiteljesedjen, és valami üzenet, bár ezt a szót nem szeretem, minden mögött van, és ez nagyon fontos. Lezárásképpen beszédem elején a művészet fontosságáról beszéltem. Egészen pontosan, kicsit tágítva, a kultúra fontosságáról. A kultúra eredeti szóhasználat szerint ugye építkezés jelent, hogy építkezünk egymásra. Különféle kockák segítségével, lelki, testi, bármilyen kocka segítségével. A kultúra nem csak művészetet jelent, lásd mezőgazdasági kultúra, van olyan, hogy kultúrált viselkedés, és én azt hiszem, hogy a kultúrált viselkedésnek, most hagyjuk a nevelés meg a genetikát, bár bizonyos értelemben nem lehet számításon kívül hagyni. Két alap pillére kell, hogy legyen, az egyik a mindenkori törvényes jognak a tisztelete, már bocsánat, ezt mondom, másrészt pedig a szokásjogok betartása. A szokásjog legalább olyan fontos, mint a törvényes jog. Egy római filozófus azt mondta, hogy olyanok a társadalomnak, amelyben a szokásjog a törvényes jog fölé lő. A művészetlen abba segít minket, hogy bár bátran törjünk, ha kell, új törvény irányába, bátran törjünk a új szokások irányába, hiszen változik az ember és változik az emberiség, de mégis valamilyen antropológiai határon belül. Az antropológiát úgy értem, hogy az emberben levő fenség és a jóra való törekvés, meg persze a jóra való restség segítségével, de mindezzel együtt ne próbálja átlépni azt, ami átléphetetlen. Ne próbáljuk átlépni a saját árnyékunkat, mert a művészet, ezek a képek is két dologra figyelmeztet minket. Egyrészt a fenséges nagyszerűségünkre, másrészt pedig, hogy Baranyi Ferenc írta, poremberek vagyunk, és bármikor sajnos képesek minket megalázni, és vigyázni kell, hogy ne alázzanak meg. Baranyi Péter művészete, és édesapja művészete is. Én azt hiszem, hogy ehhez tud nekünk nagyon áttételesen erőt adni, még hogyha néha fáradtak is vagyunk ebben a furcsa korban, vagy tévét nézünk, vagy végigmegyünk az aluljáról, vagy bármere tekintünk, és néha eszembe jut Nagy László szép sora, akit egyébként Baranyi Ferenc olyan jól ismert, és nagyon tudom, hogy mennyire sokra tart. Azt írta Nagy László nem sokkal a halál előtt, hogy száj ide, hattyú, elfáradtam, elfogyok, rongálnak rossz pörök. Félek, nyílik a föld alattam, s hattyúm, ha érettet feltörök, félek, hogy már csak fű alakban. Kedves barátaim, igyekezzünk ne fű alakban megvalósítani valami evilági harmóniát, amely magában foglalja a bennünk levő restségeket is,
hanem törekedjünk valamire, amit Baranyi Ferenc egyébként így fogalmazott meg egyik versében, eléggé komor költészet az utóbbi időben az övé, de mégis ugyebár, ahogy Adi mondta, az élet szent okok folytán élni akar, és Baranyi Ferenc egyik szép versében a Toldi számvetése, ez is beszédes cím egyébként, utolsó strófájában következőt fogalmazza meg, hogy jutott korunk eszméje küzdőtérről piactérre. Életünk ma jóval cifrább, de nem bölcsebb, de nem tisztább. Álmodunk egy szebb világról, és eredendő bűnsarától feketül a tiszta szándék. Kedves barátaim, az eredendő bűn bennünk van, bennem is megvan, mégis próbálunk valami irányba mozogni, a művészet segítségével, a mecenatúra segítségével, a házigazdai szeretettel, attól, hogy így vagyunk, együtt vagyunk, attól, hogy közös könyv készül, minden könyv közös könyv egyébként bizonyos értelemben, ez közösképpen közös könyv, mert gyermek és apja, vers és képiség, egyszerűen minden összeállt itt, és főleg azért vagyunk itt mindezen túl, hogy azért akárhogy is Baranyi Pétert ünnepeljük, mert ő a főszereplő. Kedves Péter, további jó fotókkal, sikeres pályát, és alig várom, hogy megígyük a Kaiser sört. Köszönöm szépen! Végignéztem azt a videót, amit Ferenc, aki operatőrként vesz engem, készített a Madách Színházba, és szörnyű, mert a köszönő beszédem azt hiszem negyed óra volt. Most fordító. Köszönöm. Annyit kiegészíteném László szavait két dologgal. Az a fiúknak az ötlete volt, és az alkalmazott fotográfia az izgalmas számomra, persze mit utalnak, de vannak nagyon sok barátság, tehát nagyon szeretek úgy dolgozni, és ez az a fotográfia, van itt két kollégám, és egyik éppen fotó, együtt szereztük ezt a szakmai papírt, amikor tulajdonképpen másnak van álma, vagy egy képi igénye, és megkeresik az embert. Ez egy nagyon nagy felelősség, és a Tomzon zenekar esetében így volt, Viktornak rajongója vagyok, mert imádom a zenét évek óta, meg a különböző formációknak, és megkeresnek, hogy ők induló trió, és ők nagyon igényesen építik fel a zenei építkezőknek, fejlődésüket, a próbákon, és szeretnék igényesen bemutatni magukat, meg a saját kis világukat. És eljöttek a műtermünkbe, és elkezdtek dobálózni, hogy volt téli, hozunk hangszórókat, rádiók, mondtam, álljáj, nem vagyok fotografikus, de a filmnak, de kedvet kaptam, és egy nagyon izgalmas munka volt velük, és hát ezért raktuk ki ezt, több kép is készült, igazából az ő víziójuk volt, hát én megküzdöttem szakmailag, hogy ott legyen, és nem vagyok fotografikus, készítettünk pár felvételt, ők azt mondták nekik, nagyon tetszett, és hasonló képzeltek el, és hát ezért is vannak itt, amellett, hogy nagyon színvonalas műsort adnak. Szeretném még azt megemlíteni, amit László mondott, hogy ez a tükörmozaikok, ez a 8 fejezet, ez úgy indult volna, hogy egy fotóesszék, mert én fotóesszéket szeretek. Mondjuk egy pár évben azt sem tudtam mi az, de aztán iskolában megtanultam, hogy ja, ez fotóesszék, amiket csinálok. Némely esetben, ami ilyen 10-15-20 év sorozatos gondolatmenet, nem feltétlenül önállóan is megállják a képeteiket, de tulajdonképpen egy gondolat úgy teljes az egész összeáll. Én ezeket szeretem a 80-as évek eleje óta, mondom, akkor még nem tudtam, hogy ezt így hívják. És tulajdonképpen egy ilyen könyvet szerettem volna, és mindaz a impulzus, a miért kívülről, amikor először beszéltem erre a környezetemben, hozta azt, amiről László beszélt, hogy végig egy ilyen apa-fia együttműködés lesz, és beelemelem az alkalmazott fotográfiai munkáimat is, amiket különböző megrendelésekre, vagy baráti felkérésekre végeztem. És hát említette László atyámat sokszor, mert egyszer ki kell emeljem, hogy Markus Ferenc, érdemes művész, Balázs, díjas fotóművész, mindig is példaképpen volt apámnak gyerekkori barátja, és tulajdonképpen nagyon sokszor kis gyermekként hallhattam. Nagyon, nagyon nyugodt ember, nagyon szeretem, és mindig is a fotográfiai. Nagyon közel áll a lelkülete is hozzám, tehát mindenképpen megtisztelő számomra, hogy itt van ismét. És Kulikával, ahol Pintér Gábor barátok, muszáj kiemelnem, mert tulajdonképpen ő volt a másik, aki lendített, hogy dobd el azt a filmes kamerát, meg a stábokkal, ne küzdjél, hogy jönnek, nem jönnek. Sokkal individualistább dolog a fotózás, és Pintér Gábor barátom az, akivel
azok a kis képek, ami a portlákek fölött vannak 1988-ban, az Gábor barátommal mászkáltunk ott akkor még az előző rendszerben, hogy nem lehetett vasutat fotózni, meg kitépték a filmet, a gépért, és Gáborral lógtunk be ilyen helyekre a gazon kerítésen át, mert valamiért megfogott a vasút szeretetünk, és ez a 10-20-as éveknek ez a nagyszüleim generációjának a milliója van ezekben a vasdarabokban, amire utaltam a Laci is. Ezt szerettem volna még hozzátenni. A zenekar mindjárt folytatja a műsorát, majd neki a Viktor egy szóval legalább mutatja a csapatodat majd, de előtte még annyit mondok, hogy ugye tombolát remélem mindenki mindennyi a Helgánál húztatok, vagy toktatok, de három darab régenni képen a Kóros Krónikák sorozatból, és benne lesz a könyvnek az első fejezete lesz, ez a Kóros Krónikák, az egyik ilyen letisztítottabb fotóesszén, és ezeket már nagyon sok helyen állítottam ki, nyomják az ágynemű tartókat, nagyon szegény már, hogy tele van mindennel, és akkor elkezdem elosztogatni. Ezt a formát találtam ki, hogy így egy ilyen játékosan is még lesz egy meglepetés. Tehát a zenekar, mikor a kis műsorával végzett, akkor lesz egy ilyen gyors sorsolás, a képeket kiosztom, aki majd megnyeri, mi elcsomagoljuk, hogy hoztam gyönyöreget hozzá, és a másik, hogy ne szélenjünk szét, mert akkor lent nyomjon már a B-szinten. B-szinten, és csak lifte lehet levenni. Magyarul breakfast lomban kírva, és akkor ott finom borocskák és finomság van a bekészítés, ott tudunk beszélgetni. Én csípőből látom, 30-en embertek elég 2 órát úgy beszélgetni. Izgalmas lesz. És köszönöm nektek, és akkor megkérem Viktort, hogy azért szólj egy kicsit a csapatról. Mindenek előtt, mielőtt elkezdeném, nagyon szeretném megköszönni Barony Péternek a munkáját, amivel támogatta a zenekarunkat, és hogy minden őrült ötletünkben partner voltál. És hát a zenekarunk az egy elég friss formáció, hogy kb. Egy évvel létezünk, most kezdünk egy lemez fölvételében. A tagjaink kimondják a basszusgitáron, Korombai Zsolt dobon, én most kahonom. A gitár, akusztikus gitár, mikor mi. És két dalon készültünk. Az első dalunk egyfajta önmeghaladásra való törekvésről szól.
Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm a Viktornak és csapatának, a Tonzónak. Madács színházban Viktor egyedül játszotta instrumentális formában teljesen. Akkor tízszer egyre igen, ott nem volt ilyen kellemes környezet. Volt egy olyan terem, hogy biztos lesz kisgyerek, és majd azzal húzatom ki, hogy ne érjen az a vád, hogy én biztos kaptam listát, hogy kiket részesítsek el egybe. Egy gyereket látok, csak egy 20 és fél éveset, a lányomat, hogy vállalja, hogy 20. Flóra, vállalod a közszereplést. Tulajdonképpen én mindig szoktam mondani, hogy is nem érdek, de nézed, hogy fotós mit küzdök, de ezt mínusz 10 fokba fotóztam. Mindig tanítom is, hogy miért vagy te ilyen őrült. Mínusz 10 fokban a legszáraz hidegben, a leggyönyörűbb, legkristálytisztább a levegő, nincs brillanciája a poros levegőnek, és ez egy ilyen helyszínen készült. Flóra, valannyi flóra, Petra nem vállalod a húzás? Nem, úgy látott életezik. Akkor jön már. Na, akkor jön előbb valami Péter, valami Ferenc fiam. Ne, abba hagyjál most. Proci, ő a lányom. Egyébként tehetséges dizájn tervező, készült. Nem nézd bele, légy szíves, mert benne van a párodnak is a címkéje. De már... Jaj. Egyet. Bocs. Én olvasom. Márta. Nem ez a sorsizat, az a... Hát ez nem is rendezhetem, hogy van a sors. Tényleg nem. Ráadásul a profilodban meg legalább az installáció nincs gondom, a cégednél be tudod kerekeztetni. Mártának ugyanis keretező céges üzlete van. Kloci, akkor légy szíves, így Júri Emberre is. Következő képen ugye ezen a helyszínen született felvétel, de ez már nem mínusz 10 fok, de emlékszem, ez már egy hajnal volt a hosszal. Egy helyszínén többször megyek vissza, nem vagyok az a gyorsan kapodós. Bihari Zsófia 58-as számmal nyerte meg ezt a Bihari hazázt a felvételt. Én vagyok. Tessék, párta. Akkor még van egy szerencsés, aki szerencsés, papkarton, tehát tüzelőnek nem jó, tehát azért remélem legalább egy darabig még kép marad. Köszönöm, mindig lesz egy jó. Hát ez végképp bundaszagú lesz. Ha be kell mutassam, itt van Sersos Zsizsi festőnésznő barátnő, aki... Zsuzsinak köszönöm, hogy a madárszínűzők Ez már Horvátországban készült. Itt már 40 fok meleg volt, de éjszaka. Igen. Hát Zsuzsival a barátságunk nagyon régi, tulajdonképpen ő is alkalmazott fotósként keresett, meg csinálják retrókat a kiállítás előtt a festményeiről, de aztán egy komoly barátság lett belőle. Jó helyre került. És még van egy meglepetés. A könyvem maradék példányait tukmálom most már el. Aki vett esetleg most, ezután ha nem ért, vegyen, mert ott van mégis példány. A Laci, a Hungarovox, a Helgával nekünk házi kiadó papámmal, tehát láthatják, rengeteg valami kötet, amit a Hungarovox adott ki az elmúlt 10 évben már szerintem. Lassan mi volt az első? Igen, több mint 10 éve, és hát Laciék patronálták ezt az albumot, ami 2 éve jelent meg, már olyan rég volt, igen. Ez egy érdekes, mert nem is annyira jellemző rám ez a fajta fotózás, de volt egy ilyen szerelmet 2 évig, és akkor egy könyv született belőle. Akkor légy szíves, így szó. És milyen számú bűki bunda, hogy azért szasztás? Hát ezt viszont hagy engedjük el. Sárközi Viktor, de a Viktor kapott tőlem egy dedikáltat. Átengeded? Hát persze. Most majd a fiúknak úgyis szállok, hagyj húzzunk mást, jó? Jó, de úgy emlékszem, kapott. Cintia, 50-es szám. Kolléganő, most ismertem meg személyesen, és a fotográfus, és kemény szakban, hogy 100%-ig így jön belőle, különösen. Akkor... Ez jó helyre került.
aki meg érdeklődik, akkor ott Helgán a Hungaros adja el kötetekről, egyebekről. Itt szerettem volna mondani. Akkor most én még itt fönn kicsit beszélgetünk, de tulajdonképpen szép lassan elkezdhetünk leáramolni a reggeliző szoba, breakfast roomba, ahol ilyen kellemes boxok, asztalok vannak, 6-os, 4-es, 10-es, és akkor szépen lassan mindenki levonul, akik szeretnek maradni, és akkor ott beszélgetünk, és érezzék jól magukat, és akkor most lesz lehetőség jókat beszélgetni. Köszönöm! Az egyik legyen a tavaly bemutatott, két éve bemutatott áttűnés sorozatomból, az egyik kedvencem, ez a felvétel. Engem a női nem szépsége mindig megigézett, főleg a nem üres tekintetű hölgyek tekintete, és nagyon szeretem az ember által alkotott elmúló környezetet is, és ezt a kontrasztot építettem ebbe a sorozatban, erről a kép többet beszél. A következő, ami nagy kedvenc témaköröm, ez a Vörös Krónikák sorozata, ez egy fotóesszén 7 évvel ezelőtti, és tulajdonképpen ezekben a vörös sziklákban, meg ezekben a tulajdonképpen egy bauxitbányában késő télen fotóztam ezeket a felvételeket. Készült például ez a látható felvétel is, ahol ez a kapaszkodó élet, ez a kis bokorszerű fa próbálja ott a több év, millió éves kövek társágában az életet megtalálni. Harmadikként beemelném egy alkalmazott fotográfiámat, ami a megnyitón meghívott zenekar által is be volt mondva, ugyanis nem tagadom, én ezt szakmaként is űzöm, és tulajdonképpen ebből megélhetésem is. Viszont nagyon izgalmas, mikor megkeresnek ez esetben ez a zenekar, a látható felvételi zenekar, és a saját ötletét, például ezt a holdbéli tájat, és igen szürrealisztikus képet ők vizionálták meg, de nekem, mint alkalmazott fotós kellett megvalósítani. Nagyon izgalmas feladat volt, ezt ezért mutattam be. Végezetül beszélnénk arról a képről, ami mellett itt állunk. Ennek a kiállításnak ez a legszimbolikusabb képe, ezért került a meghívóra is. A Holt Lelkek sorozatom az első fotóesszém 1988-ban készült, de tulajdonképpen ezt tavaly újraéltem, és egy fotómontás született belőle, fekete-fehér 1988-as fotóimat beleaplikáltam az újraélt, ez Jalvajőszt az Istvántelki főműhely környékén is bent készült felvételekbe. Ez arról szól a nagyapám generációjáról, vasút szeretetemről, a 10-20-as évek nagy vasút, majd hálózatáról, hogy ezek a Holt Lelkek itt keringenek, ez egy nagyon erős generáció volt, és ezek a sinek, meg ezek a fűtőházak, ezek a műhelyek egész Európát ellátták. Ez szimbolizálja, ez fogott meg, és tulajdonképpen ez a kép olyan jól összefoglalja az én lelki világomat is, hogy a két év múlva megjelenő Képeim az Én Tükröm című könyvnek a címlap képe is ez a felvétel lesz. Mánya, én Cinder Márta vagyok, ennek a kis kiállításnak már 4,5 éve a szervezője. Tulajdonképpen művész családból származom, az apukám is festőművész volt, és a dédanyapám is festőművész volt, a Bécsi Akadémiának volt a festőtanára, úgyhogy nem áll messze tőlem a művészetek szeretete, mert otthonról én ezt hoztam. Van egy kis képkeretezésünk a Margit körúton, ilyen módon is közelebb kerültem a művészekhez, tulajdonképpen ilyen formában kerültünk ide ebbe a kis galériába, mert a lányom révén, a lányom ismerte az itteni igazgatónőt, aki az évfolyam társa volt olaszokon, és ez a szálloda egy olaszi Santin, Alessandro Santiné, egy nagyon helyes fiatalember, aki szereti a művészeteket,
és ő keresett valakit, aki ismer magyar művészeket. És mondta a lányom, hogy hát persze, anyukámat ismer, anyukám ugye képkeretező, ott vannak művészek, így kerültünk ide. Én egy kicsit tudok olaszul, Santinóra ezt jól megbeszéltük, és estére már telefonáltak, hogy milyen a lehetőség. De most nagyon, ezt muszáj elmondanom, hogy nagyon rendes dolog volt az olasz, tulajdonképpen ő a mecénás, mert minden lehetőséget ő ad ingyen, tehát az egész, hogy ott bárba, a felszolgálást, ezt az egész helységet, semmit nem kér érte. Csak azt szeretné, hogy itt nívós művészek állítsanak ki, és tényleg jó legyen, az összes kiállítás jó legyen. Most Baranyi Péter fotoművész kiállítását látjuk. Az édesapját is nagyon szerettem, mint költőt, mert azt lehet mondani, hogy gyerekkoromtól kezdve egy kedves költőm volt. Csodálatosak a képei Baranyi Péternek, úgyhogy egész el van. Mi rendeztük itt közben a férjemmel, és nagyon-nagyon tetszett, hogy föltettük, és az ember közel megy, és elgondolkodik a képeken, hogy tulajdonképpen mit is akarom, mit is ábrázol, és annyira megfogott sok képe, hogy nagyon örültem, hogy ezt megtehettük egyáltalán. És hát nagyon sok híres művésznek is volt itt kiállítása, volt Gross Arnold, Vas János, Krausz Margit, Székár Zoltán, szóval nagyon-nagyon-nagyon sok művész, 4,5 év alatt minden hónapban rendezünk a kiállítást, és 4,5 év alatt nagyon sok művész került ide, és nagyon, nagyon nívós, szép kiállítások ezek mind. Embernek a saját gyereke művészi tevékenységéről nyilatkozni nagyon nehéz, mert ugye fennforog a veszély, hogy a személyes szeretetét rálátja a produkcióra is. De azt hiszem, hogy az ilyen elfogultságon nélkül is ezek nagy értéket képviselnek ezek a képek. Az jut eszembe, hogy 10 éves lehetett a Péter, amikor először láttam fényképet, egy kis pajtás géppel, az Aquincon van, szart a szádokat, fényképet, az nagyon tetszett. Aztán szép, először operatőr akart lenni, de ezzel a pályával beszéltem, hogy aztán átjött a fotózásra, helyi túrái során sokat fényképet, és már egyre jobbnak látszottak lenni ezek a képek. Az első kiállítása volt az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban. Akkor mondtam neki először, hogy én nem tudtam, hogy ilyen tehetséges vagy. Meglepett azzal, amit ott a tálalva láttam. És éppen a Markó is felével beszélgettünk, hogy mondta, hogy fokozatosan megy előre. És ezt ő mondta, hogy objektíven bírálja, mint én lehetnék. De én is úgy érzem, hogy most van kiterjedt, és ennek nagyon örülök.